az EW6TN3062H típus jelzésű Electrolux felültöltős mosógép, egy 40 centi széles, 60 centi mély, fedlapjánál 85 centi magas, kezelő felületénél pedig 89 centi magas készülék. A mosógép D-energia osztályú, ami azt jelenti, hogy 100 mosási ciklus alatt 65 kWh áramot fogyaszt, egy ciklusra vetítve 40 literes a vízfelhasználása, a készülék 6 kg maximális töltett kapacitással, illetve 1000-es centrifuga fordulatszámmal rendelkezik. A zajszint érték, ami ugye 75 decibel, ez mindig a leghangosabb, tehát jelen esetben az 1000-es centrifuga fordulatszám mellett érzékelhető. A készülék kezelőpaneljét, ha megnézzük, akkor egyrészt magyar nyelvű feliratozással van ellátva mind a programválasztási lehetőség, mind pedig a programhoz rendelhető opciók. Program kínálatában megtalálható a 40-60 fokos energiatakarékos program, van benne program pamuthoz, műszálhoz, illetve van benne kímélő program, van egy gyors mosás 14 perc alatt, ez elsősorban ruhafelfrissítésre szolgál, emellett van egy önálló öblítés, centrifugázás, illetve vízleszivattyúzás, ezen kívül antiallergén program gőzfunkcióval kiegészítve, van külön program babaruházathoz, selyemhez, gyapjúhoz, sportruhához, kültéri sportruhához, illetve farmerhez. A kijelzőn mindig a kiválasztott programhoz tartozó hőmérsékleti értéket, illetve centrifuga fordulatszámot jeleníti meg a készülék, amit a mellette lévő érintő panel többszöri megérintésével tetszés szerint tudunk módosítani, mind hőfokban, mind fordulatszámban. A kijelző jobb felső sarkába a programhoz tartozó programfutási időt fogjuk látni, amelyet a Time Manager érintő panel segítségével, annak többszöri megérintésével 5 lépcsőben csökkenthető, mindig az adott szennyezettségi fokhoz igazítva tudjuk a program időt beállítani. Van késletetett indításra is lehetőség, itt 1 órás ugrásokkal 20 órával előre tetszés szerint el tudjuk tolni a mosás indítását. Az alapprogramot ki tudjuk egészíteni előmosással, folteltávolítással, van benne egy extra öblítési lehetőség, itt az alapprogramnak az öblítései számát egyel tudjuk növelni, ha valakinek érzékeny a bőre a tisztítószerre, akkor ezt még jobban kiszedi ezen opció mellett a készülék. Van benne ugye a Soft Plus opció, ami azt jelenti, hogy jobban eloszlatja az öblítőszert a ruhák között, lágyabb is lesz ezáltal a ruha anyaga, illetve az utolsó, az pedig egy vasalás könnyítés opció. A készülék fedlapja gomnyomásra nyílik, a betöltő nyílás mögött található a mosószeradagoló tartály 3 rekesszel ellátva, külön az előmosáshoz, külön a főmosáshoz, középen pedig az öblítőszert tudjuk bele helyezni, illetve ami lényeges, hogy tudja kezelni mind a poralapú, mind pedig a folyékony tisztítószert is a készülék. Mindig a megfelelő irányba kell elhúzni ezt a kis kallantyút, ezt a reteszt, attól függően, hogy aktuálisan milyen tisztítószert használunk. A mosószeradagoló egyébként nem csak kivehető, hanem szét is szedhető, tehát minden belső részéhez könnyen egyszerűen hozzáférünk, amikor mondjuk azt takarítani szeretnénk. A mosógép lágy ajtónyitással van ellátva, gomb megnyomására szépen egy gázrugó segítségével lassan nyílik ki az ajtaja, illetve dobpozícionáló is bele van építve, ami azt jelenti, hogy úgy áll meg a mosógép dobja, hogy az ajtó az mindig itt felül lesz valamennyire. Picit el tud billenni, ugyan a ruha súlyából fakadóan, de alapvetően fent lesz az ajtó. A mosógép Woolmark Blue besorolást kapott, ez azt jelenti, hogy nem csak energiahatékonyan, de rendkívül kíméletesen fogja mosni, kezelni a gyapjú anyagot is. A mosógép alsó részébe található meg az a szűrő, aminek a fedlapját egy pénzérmével nagyon könnyen ki tudunk nyitni. Bizonyos időközönként ezt ki kell tekerni, és maga a szűrő az ugye elmögött helyezkedik el, tehát célszerű néha ellenőrizni, hogy ez nem szennyeződött, nem telítődött el, szöszök meg minden egyéb apróság ebbe gyűlik össze, ami a dobjukacsozásán át tud jutni. Electrolux felültöltős mosógép D-energia osztállyal, 6 kg töltőkapacitással, 1000-es maximális centrifuga fordulatszámmal, magyar nyelvű feliratozással.